szerintem szintén mindenki szokott használni, ami elég sajnálatos, mert szerintem az embereknek a legnagyobb többségének egyáltalán nincs semmiféle önbizalma. És éppen ezért is fontos lenne az, hogy ezen dolgozzunk, és legyenek olyan emberek, vagy olyan közösségek, amelyek tényleg az embereknek a önbizalmát fejleszik. Hiszen az önbizalomra mindenféleképpen szükségünk van, hiszen ha nincsen önbizalma, akkor nyilván nem is tudunk nagyon elkezdeni semmit csinálni a céljunknak az eléréséhez. És éppen ezért milyen jó, hogy én itt vagyok, és tudok már tanácsot adni. És jó van a nyilván, hogyha mondjuk az oktatásba is ezt beillesztenék, hiszen mennyire fontos az, hogy az embernek legyen önbizalma. Én tudom azt, hogy én amikor kis iskolás voltam, meg középiskolás, nulla önbizalmam volt, és folyamatosan csak a saját szalomban fettengtem, hogy mennyire szar ember vagyok, és tényleg minden létező negatív dolgot magamra kentem. És igazából tényleg csak akkor nőtt el a változás, amikor olyan emberekkel találkoztam, olyan emberekkel, olyan tevékenységeket kezdtem el csinálni, amelyeket tényleg úgy szeretek, amelyeket tényleg így, amiben el tudom mondani a véleményemet. Szóval ne tömd kérlek a fejedet azzal, hogy te nem vagy elég szép, meg okos, meg nem vagy elég jó ebben, tapasztalt, nem vagy elég jó az adott környezethez, vagy az adott munkakörhöz, nincs elég tudásod ehhez, hiszen ez bullshit, ez hülyeség alapvetően. Mindenkinek megvan a saját kis világa, mindenkinek megvan a saját képzése, az ereje, ami élteti, amit szeret csinálni, amit jó csinálni. Szóval ez, egyébként fejezzük be ezt a tényleg ezt önsajnálatást, hogy én nem vagyok valamiben jó, mert igazából, hogyha valamit tényleg szeretünk csinálni, és elkezdjük, és csináljuk akkor, és folyamatosan gyakorlunk, akkor így tudunk fejlődni folyamatosan, és ezáltal, hogy fejlődünk, így tudunk másoknak is segíteni, és magadon is segítesz ezáltal. És most megint fogj újra egy papírt, és egy ceruzát, vagy egy tollat, és írd fel magadnak azokat a pontokat, amelyekre büszke vagy, amit eddig életed során elértél. Egy versenyt, menjettél egy versenyt, vagy sikerült a jogsid, vagy kitüntettek valamiért, vagy akármi, valami pici-pici apró dolog, amelyre tényleg büszke vagy az életedben, és ezeket írd föl.